A Dunaföldvári Virágom Együttes nyitotta meg Csepeli István fafaragó népi iparművész kiállítását az Interciza Múzeumban. A tárlat a Lélekvéső címet viseli. Még nagyobb megtiszteltetés és öröm, hogy egy kitűnő művészt, a Kodály Zoltán díjas Csepeli Istvánnak a műveit láthatjuk itt, és ezekkel a csodálatos művekkel nyithatjuk meg a 2015-ös évet. Mint kiderült, a Kodály Zoltán díjas alkotó szobrászként kezdte, majd kitanulta az asztalos mesterség fortéjait is. 1970-ben pedig megnősült, akkor kezdett el érdeklődni a fafaragás iránt. Megházasodtunk, és akkor kerültem le Dunaföldvárra. Na, onnantól kezdve kezdtem el fafaragással foglalkozni. És a következő lépcső, hogy bekapcsolódtam Sárospataknak az országban első ilyen fafaragó művészeti tábor volt, és ott ismertem meg igazán a magyar népművészeti fafaragást. És ott vált hivatásom már. A hazai fafaragó művészet legjelentősebb alkotói közé tartozó művész munkásságában sokszínű technika éled újjá. Az egyik ilyen a spanyolozás, amely egy nagyon régi, több száz évre visszanyúló pásztortechnika. A faszobrokon ezzel a módszerrel érhető el a kívánt színhatás. Ezt már egyedül művelem az országban. Tehát minden szín úgy van külön kifaragva, és ezt valamikor az elején mélygyanta, vagy mélyviasz és fenyődanta elejéből hozták össze, és ezt főfestékkel megszínezték. És ezt a kifaragott üregbe úgy égették bele, sütötték bele. És amikor telítődött, az megmerevedett, mint a gyanta önmagába, és a színba dolgozták. Tehát ez nem festés, hanem egy sajátságos pásztortechnika. Csepeli István szobrait egészen március 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők az Interciza Múzeum második emeleti kiállító termében.